A Mandaladal színház művészei és a nagyközség diákjai közreműködésével tartottak megemlékezést péntek délelőtt Gáva Vencsellőn. A Rakowski Sámuel Általános iskola aulájában megrendezett október 23-ai ünnepségen Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, a forradalom hősei 1956-ban rakták le a mai szabadság alapjait. Azokból az utcakövekből, azokból a bazalt kockákból, amelyeket felszedtek és barikádokat építettek, azokkal a szabadságot védték, és azokból az utcakövekből, illetve azokból a bazalt kockákból rakták le lényegében szimbolikusan annak a szabadságnak az alapköveit, amely úton elindultunk, és most itt ma Magyarországon a magyar nemzeti szuverenitást tudjuk ünnepelni október 23-án, és ezért kell, hogy mindig emlékezzünk az 56-os hősökre, az 56-os szabadságharcosokra. Baracsi Endre hozzátette, 56 szellemiségének örökké kell élnie, ezért minden nemzedék feladata, hogy ezt átadja a következő generációk számára is, akik már beleszülettek a szabadságba. Berec János, Gáva Vencsellő polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, 1956 akkor éri el a célját, ha ma is képesek vagyunk megharcolni a függetlenségért. A polgármester azt Mondta, a településen nem voltak összecsapások, de az idősebbek még látták a szovjet tankokat átvonulni Gápa előn. Mindenki látta, hogy Pest felé, Pest felé mennek. Tehát ott zajlanak az események, és a vidék várta, hogy mi lesz a megoldás. Tehát egy kicsit a háttérbe szorultak a vidéki emberek, a parasztok, a gazdák, és lehet, hogy egy kicsit ez is volt a forradalomnak a, nem azt mondom, hogy emiatt bukott meg, de ha a vidék egy kicsit másképp kezeli, de hát persze a kommunikációban az időben nem úgy működött, ahogy manapság. Tehát ha már a külterületeken, Szabolcsba, egyéb, egyéb útvonalakon meg lehetett volna rekeszteni a szovjet tankokat, egy kis ellenállás, egy kis, egy kis partizán akciók, tehát ilyenekre gondolok, akkor lehet, hogy más végkifejlete lett volna mindennek. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője emlékeztette az ünneplő közönséget, hogy a nyugat egy esetleges nukleáris háború elkerülése érdekében cserben hagyta a magyarokat 56-ban. A történész elmondta Magyarország számára 1956-ban az lett volna a legjobb, ha a szomszédos Ausztriához hasonlóan mi is független országá válhattunk volna a NATO és a Szovjetunió között. A politikus beszédében megemlékezett a nemrégiben elhunyt 56-os hősről, Wittner Máriáról is. Én nagyon sokat beszélgettem vele, ez a személyes élmény meghatároz engem is, hogy ő a lyukas zászló, hogy hogyan vágták ki a szovjet típusú címert, hogy hogyan mentek az egyetemisták az utcára, hogy azok a fiatal lányok hogyan osztottak ételt, hogyan fogtak fegyvert, hogyan készítettek molotov koktélt, és gyakorlatilag eszmékért harcoltak, a szabadságért és a függetlenségért, mert nem egzisztenciát akartak maguknak, és utána jött a sötét novemberi napok, jött a megtorlás, és nagyon sokan börtönbe kerültek, többeket kivégeztek, és voltak, akik elhagyták az országot. Több mint 200 ezer honfitársunk hagyta el az országot Ausztria és Nyugat-Európa irányába, és később ment Amerikába, vagy éppen más földészekre, akár Ausztráliába is. Vinai győző Vitnár Mária mellett kiemelte még mint Szenti József bíboros herceg primás esztergomi érsek alakját, aki a képviselő szerint a vallásos emberek számára örök példakép marad, mivel az érsek a szovjet elnyomás alatt is kiállt a vallás szabadság mellett. A megemlékezése az 56-os emlékműnél folytatódott, ahol az ünneplők koszorúk elhelyezésével rótták le tiszteletüket 1956 áldozatai előtt.